Vásárlós, hol következik meg mindenes? Sziasztok, üdvözlök mindenkit, újra itt vagyok, újra láthattok. Elhoztam nektek egy ilyen mindenes videót, kezdeni fogjuk egy ilyen vásárlós haullal. Ugye biztosan tudjátok, hogy felújítást tart itt nálunk. És pár dolgot még vettem ehhez, úgyhogy ezt meg fogom nektek mutatni, és megmutatom azt is, hogy én most ebbe a nehéz időszakban mit készítek ma a gyerekeknek enni, meg a fiúknak. Aztán lesz fürdőszobatakarítás, meg mindenes, úgyhogy tartsatok velem ebbe a videóba, puszi mindenkinek! Na úgyhogy kezdjük is! Voltunk a Jyskbe, és vettem pár dolgot ide a konyhába. Krisztán csinált nekem 2 darab, a 2 ablakhoz 2 ilyen kis sarok polcot, azokra vettem növényt. Ez leértékelt volt, és 2000 forint volt, de gyönyörű, annyira életű, nekem ez nagyon tetszik, én ebből 2 vettem, és ezt fogom majd oda rakni. Itt az egyik, és itt a másik. Aztán vettem még egy másik fajtát is. Vettem ilyen, ráment a szőre a növénynek. Ebben 9 darab, én törölgetni vettem én kendők. Az, amit láttok rajta, ennek a zöld növénynek a szálai rámentek. 9 darabos, úgyhogy ezt vettem, nem tudom, amúgy pontosan nem emlékszem az árára, de ilyen pár száz forintba került. Vettem középre ilyen kis terítőt az asztalomhoz, mert ugye majd, igaz, hogy ez majd csak akkor lesz, hogyha már minden port meg kosz, meg mindent eltüntettünk, akkor fogjuk összerakni az asztalt, úgyhogy ezt oda vettem. Konyha, ruha, 3 darab van benne, ilyen kockás színű. Ezek ilyen pár száz forintokba kerültek. Vettem ilyen szivacsot is takarítani. És ilyen illatgyertyát is vettem. Amúgy ez nagyon jó illata van, nem tudom milyen. 1650 forint volt leértékelve, az üvege miatt tetszett meg. Amúgy az illata is nagyon jó, de azt, hogy inkább ilyen kis dísznek akartam. Nagyon jó illata van, ilyen fahéjos, vaníliás, nem tudom, de nagyon jó illata van. Úgyhogy ebből is 2 vettem. Igen. És vettünk még egy polcot a routernek, meg ilyen kis fapolcot. Gyorsan összepakolom, vissza a szatyorba, mert itt minden poros, nem akarom, hogy porosak legyenek. És megmutatom nektek a többit is még. Igaz, hogy az nem olyan nagy érdekes találmány, csak megmutatom, hogy az Aldiból pedig mit vettem, és mennyit fizettem. Nem sok mindent vettem, és ezért nem is fizettem keveset. Itt vagyok az Aldis kis táskámmal. Na hát Lizának vettem egy Kinder csokit. Tessék, tízod és adom. Vettünk egy Milka csokit, amit már én közben beraktam a hűtőbe. Vagyis nem raktam be a hűtőbe, be akartam rakni a hűtőbe. A kocsiba szétolvadt. Anyukám, nem tegyem egy sápot. Ilyen ferde. Ide raktam az ablakba, tehát most nálunk szellőztetés volt, hogy le is hagyom. Itt ennyi a csoki. Kukoricás rizst fogok készíteni. Úgyhogy ahhoz vettem kukoricát, de ebből 2 vettem, mert Liza nagyon szeret és magába is szokt tenni. 2 kukorica van itt. Jászmin, rizs, 2 dobozos. Aztán vettünk ilyen galdoros, ilyen csirkemellből készült ilyen sajtos minigolyó. Nem tudom, hogy ki szereti az ilyeneket, én megmondom őszintén, annyira nem, viszont most tényleg abban a helyzetben vagyok, mivel hogy a konyhán is itt pillanat Liza le van pakolva. Így örülök neki, hogyha gyorsan tudok nekik valamit csinálni, ezt fogom kisütni a kukoricát is mellé ma. Meg még vettem ilyen kis palettákat, ez is ilyen csirkemellből van, meg ilyen rántott, panírozott csirkemell. Egy ilyet vettem, és mondom, én még ilyet nem vettem, nem tudom, ti próbáltátok-e, hogyha igen, akkor írjátok meg nekem, hogy nektek hogy ízlik, meg hogy ti szeretitek-e. Ilyen kész rétes, ez ilyen túrós áfonyás ízű, meg egy almásat is vettem.
Úgyhogy én ezt most fogom először kipróbálni, még ezt nem sütöttem, vagyis nem próbáltam, hogy ennek milyen az íze. Majd most leteszteli a családom. És figyeljetek, jó, még ezt is vettem, ezt a kis táskát. És ezért, a pár dologért 10.038 forintot fizettem. Úgyhogy, ja. Szerintem nem érte. Hát... Anyukám, ja, még... Ennyi. Na, úgyhogy ez kerül, gyerekek, 10.000 forintot. Ja, igen, még a Jüzbe még egy ilyen kis gyerek sátort vettem Lizának, mert a múltkor olyan hisztit levágott érte a Mimaxba, hogy nem tudom, hol látta. Mimax. És nem vettem meg neki, de hát az, oly, amit akkor már akkor levágott, úgyhogy most, és itt sokkal olcsóban vettük meg, mint ott. Magyarul mondom, fél árba. Na, úgyhogy ezeket vettem, úgyhogy most következik az mindjárt, hogy én ezt a kaját ezt megcsinálom nekik, berakom a réteseket sülni, meg ezeket a kis csirkés dolgokat gyorsan kisütöm, megcsinálom a kukoricás is, és aztán megyek a fürdőszobát takarítom, úgyhogy tartsatok velem az elkövetkezendő percekben. Bekentem tojás sárgájával ezeket a kis réteseket, és berakom őket sülni, előmelegített sütőbe 220 fokon, 30 perc alatt megsülnek, azt írja a doboza, úgyhogy mennek ők sülni. Fél kiló rizs, egy kis olívolajon, amit megszoktam pirítani, és aztán hozzáadom a kukoricát, amit már megkóstoltam, nagyon-nagyon fincsi. És fűszerezem vízre a fedő, és szépen magának fő. Közben sütöm azt a kis csirke mellett. Ugye ez olyan gyors, megoldásos kaja most, mert nagyon sok dolgom van, úgyhogy azért is ez a megoldás mellett maradtam. Gyorsan megusszuk a főzést. Viszont enni meg enni kell, úgyhogy rajta, süljetek, hőjetek. Kisült a csirke mellünk, és a golyik is kisültek. A rizs még négy itt föl. Úgy mindjárt eszünk. El is készült a kaján. Hát mindenki ott ül, ahol tud. Szia, Krisz! Na, mindenki ott ül, ahol tud, ahol itt van hely. Ezt most megesszük. A réteseket megmutatom nektek, mennyire szépet nézitek amúgy, hogy mennyire káosz van itt nálunk, de már nem sokáig, mert mindjárt állunk neki. Gyorsan megmutatom még nektek a rétes, mert közben az is kisül. Nem tudom, valaki neki támasztotta az órát. Na mindegy, ott a rétes kisült. Itt mindent portalanítani kell konkrétan. Látjátok, hogy néz ki a sütőm is. Na, gyorsan ezt megesszük. Aztán pedig állunk neki a melónak. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy merre vagyok arccal előre. Megmondom az őszintén, hogy ez kemény. Ez kemény. Ez most feladja leckét. Már kipakoltam a bútorokat, a szekrétetét leportalanítottam. Cserépkájára le van portalanítva. Most az van, hogy a csempét is lemostam, hogy kipakoltuk a bútort, mert még itt még mindig egyszeresen rá kék festeni, meg emelről is, és nem tudjuk, hogy hogyan legyen tovább. Most ilyen stratégiát kell váltani, mert most nagyon nem vagyok, nem bírom. Melegen van, Krisztián nagyon meleget csinált, lefőttem. Krisztián, mondjál valamit, hogy mi legyen. Nem tudok semmit. Egyszer legyek rendben. Itt többet ilyen nem lesz. Ha a fal így omlik le, akkor se lesz többet ilyen. Nézzetek oda meg. És mondja nekem valaki azt, hogy már mióta így vagytok. Hát mióta így vagyunk, mintha élvezni, mintha belennék rá indulva, hogy nekem így kell lenni. Milyen nagy öröm ez most így nekem, hogy ilyen rendetlenség van, ilyen red volt, telep van most itt konkrétan a konyhánkban. Úgyhogy most ti ezt nézitek, addig ára én már valószínű, hogy rendben leszek. De tudjátok azt, hogy ez a pillanat, amiben most itt jelen én vagyok. Ezt nem kívánom senkinek. Rakodj felújítás, ez tök jó dolog, de nem jó dolog. Vigyázzatok mindig a rendre otthon. Ne díboljatok, vigyázzatok minden bútordarabra, falra, mindenre, mert ez kemény. Erre csak ennyit mondok. Na, egy kicsit összeszedtük magunkat. Krisztián nagyon szépen halad, ő már ezt a részét le is festette, most a másik oldalt van. Én meg, ugyebár itt már végzett, elkezdem megtakarítani az ablakot, hogy felmutatom nektek, hogy mennyire... Úristen, nagyon csúnya, belőtte a porszó szerint, és megmutatom azt is, hogy milyen lesz. Na, lássatok, ide nézzetek. Tiszta por az üveg és minden más.
meg a rolót, mindent meg kell takarítsuk, nagyon csúnya. Így meg is mutatom nektek, és akkor már megnézitek a végeredményt, hogy milyen lesz. Itt már végeztem. Ez csodaszép lett, itt megvan ez takarítva, ez az ablak kívül belül, úgyhogy ez pacek! Most jön a másik. Tadám, kész az ablakom, tadadadam, tadam. Amit ott láttok, ugye mutatom hol a kezem, ott azt a csíkot az nem kóz, hanem hézag, úgyhogy ott majd ki fogja krisztánkedni ilyen. Mi az szilop, azt nem tudom. Na, gyönyörű, szépen. Sok idő volt. Hú, kész, ne. De legalább szép lett és megérte, úgyhogy mi most így mind a két ablakon. Csodálatos! Úgyhogy ez már pipa. Na hát mondtam nektek, hogy ebben a videóban minden is lesz. Hát azért nem mindent próbálok, mind egy kis részleteket mutogatni. Ez mind festékpötty. Úgyhogy nincs más megoldás, mint az egész padlót nézitek. Így, négy kézláb, és akkor így szépen adja az évet neki. Sagam tam tam tam. A súrolásba, takarításba természetesen leszaladt a cukrom. Úgyhogy egy ilyen kis rántott húst, egy kis majonézzel. Eszek ma hát jobban. Ezek igazándiból nem vagyok jobban. Ez a kanapés sikálom. Ma mindjárt kész van. Utána még ezt beolajozom. Egy ápolóval. És rá oda teszem a helyére. Amúgy nem is az, hogy fáradt vagyok, hanem az előbb majdnem sírtam. Megmondom az őszintén. Annyira gyönyörű lett. Hát másnap nem, de nekem a szívem teljes szeretetével halálosan meg vagyok halva. Annyira tetszik, hogy megcsináltuk. Mi munkánk elé van benne. Minden egyes dologért, ami bármi itt van, megszenvedünk. És mi magunk megcsináljuk, annyira hálás vagyunk a drága Jóistennek, hogy megadta nekünk ezt, hogy meg tudjuk csinálni. Hát ez az álmom vágya teljesült ezzel. De szerelmes vagyok ebben most. Én nem tudom, mi van velem, de nekem káosz van. Itt a lusta macskám, aki eléggé cuki. Igazából nem is olyan cuki, de nagyon cuki. De szeretlek. Hát engem... Téged, te majom. Másik lusta macskám. Itt a kicsi lusta macskája az anyjának, ott meg a kis kandúr macskám. Na. Nézzétek meg, kis kacok váltok. Hát én... Totál, ott is van lámpa, csak még ott bele kell pattintani. De szerelemre születtem, hop, hop. Imádom, nagyon szeretem. Most ott rakja Krisztián a ledet. Meg majd oda a kockába egy kis lámpa lesz, ugyanolyan, mint ami itt van. Ennek itt... Most már kitakarítottam. Pihenek egy két percet, mert mondom, nem vagyok valami jól. Sajna bajna. Na, de jó lesz itt minden. Megtakarítottam a kanapémat. És ne nevessétek ki, de ilyen étolajra szoktam, így gyengéden nyilván, nem az, hogy csak az olaj. A bőrnek nagyon jót tesz, biztosan sokan próbáltátok, meg szeretitek, meg használjátok, én is ezzel takarítom. Kicsit kimész a képérzem. Köszönöm. Tehát ez a fele nincs megcsinálva, ez a fele meg megvan, és látszik, hogy milyen szépényes. Úgyhogy már csak azt a részét kell, és kész a kanapé is.
Skacuk, kávé, tisztán hány óra van? Mennyit idő, fél kettő? Hajnal fél kettő van. És most járunk ott, hogy már beraktam most a, megtakarítottam a mosogatógépet, elpakoltam is szépen mindent. Most következik a tűzhelytakarítás, és azt is erről mondtam, ami a két úton, azokat letakarítom, felmosok, ajtót törölgetek, mondom, fél kettő van. A fürdőszoba az káó, a szobák káó, úgyhogy nem tudom, hogy azokra lesz-e energiám. Már így kétszer már úgy döszkedtem, hogy azt sem tudom, merre vagyok, de csinálom, mert mi hamarabb rendet szeretnénk látni. Ezt se kellett volna tudni beragasztani, de mindegy, Krisztián. 3 óra, 42. Krisztián átvette a sikálást, máma a darakomat nem érzem, nagyon fáj. Meg a lábam is. Szedjük fel testéket. Úgyhogy elég kellemetlen már most így, de még mindig van mit csinálni. Ott arra már kész van. Csak az a baj, hogy úgy, hogy szárad vissza, ezt többször sem kell átkosni, mert fehérödik visszafele. Na. A konyha nagyjából megvan. Hát a fürdőszob az brutál. Szóval nem tudom, szerintem nem fekszek le. Nincs értelme aludni. Elpocsékolom az időt, jobb lenne azt is alhassálnám, hogy megcsináljam azt. De már most már nem bírom, mert nem fáradt vagyok. Többen kibontottuk az asztalt, itt az bútor lett az asztalon. Mini egér vigyázz, de a hajam az halálos, ahogy kinézne. Négy óra 30. Most vagyunk azon a ponton, Krisztián bement fürdeni. Nem megyek én is. Csak egy kicsit itt még ülök. Nem érzem a lábamat, meg a hátamat annyira fáj, de megmutatom nektek, hogy mennyire haladtunk. Láttátok a videó elején, hogy mennyire szét volt még a konyha, úgyhogy most megmutatom, hogy már mennyit javult. Még mindig, még nagyon-nagyon sok feladatom van, de most már nem bírom csinálni, mert nagyon elfáradtam. Most már mindenem fáj, még a levegővétel is fáj. Úgyhogy mutatom most nektek, hogy milyen lett eddig. Na hát végül van itt, hogy pakolni. Most tevet Krisztián májkrémes kenyeret. Úgyhogy ott a konyhaszekrényen azt láthatjátok. Letakarítottam a konyhaszekrényt, de nem tudom, az ott mi? Az ott mi ott? Ott mi? Nem tudom még mit csináltak, hanem mindegy. Felraktuk ide a kis polcot is. Na, úgyhogy ennyire haladtunk, meg négyszeresen mostan fel, skacok, figyeljetek. Négyszeresen. Nézzétek meg még mindig. Ez már pedig négyszeresen van felmosva. Bizának vettünk egy sátort ma, úgyhogy azt ide kihoztam. Majd veszek neki bele oda a kis szőnyeget, ott fog majd mesézni, meg ilyenek. Na nézzétek a csempét, hogy még jön, meg még ezt az ajtót totálisan le kell takarítani, csak már nincs bennem lelkerő. Úgyhogy majd ezeket már csak holnap fogom csinálni, meg a fürdőszoba, szobák lesznek. Az előtt ajtófestés van még. Ja. Úgyhogy fél öt van. És már ideje nyugovóra térni, mások már ilyenkor kellnek. Én még nem feküdtem le. Sziasztok, srácok! Gondoltam, belenkezett még egy kicsit hozzátok, hogy a másnap van. Már nagyon fáradt voltam, vagyis hát értitek, 5 órakor volt, mire már lefeküdtünk, úgyhogy ma még folytatódnak a munkálatok, én most mosom ki az ágyneműket, a ruhákat, kabátokat, mindent, amit átjárt a por. Haladtunk ma is többre, az ajtókat Sanyi megcsinálta, le van festve, úgyhogy őket várjuk, hogy száradjon, amúgy nagyon jó friss festék illatva. Közben Krisztián szerel össze a bútort, megmutatom nektek azt is, itt van Liza. Ezek a papírok, amik itt vannak, azok már a bútorokról jönnek le. Telefonoztam a zsákomba, és így játszottam. Úgyhogy így haladunk, sokkal előrébb vagyunk, mint tegnap. És nézzétek, akkor megmutatom nektek, mert kértétek is, hogy majd legyen ilyen videó, úgyhogy most megmutatom a bútort, jó? Ilyen
ilyen a székem, ilyen dropszínű. Ebből 6 darabot vettünk, és megmutatom nektek az asztalomat. Az asztal nem egy ilyen, mondtad nektek, hogy ilyen olyan színű, egy, talán egy árnyalattal sötétebb, mint a konyhaszekrényem, de ilyen a kis asztalom. És majd úgy is jövök még nektek majd a vég kifejlettel, hogy ezt nem végül is hogy néz ki. Még oda megy Krisztiánnak az íróasztala, még meg kell csinálja az ő forgószéket is, az övét. Halló, Krisztián! Csomé? 6 darab szék van hozzá. Most egy-kettő, ez a harmadik szék. Megszívem. Közben megmutatom nektek, hogy nálunk mi készül most épp. Vigyázz, mert megégsz! Bolognese spagetti, Liza kedvence. Ezt minden héten minimum egyszer meg szoktam neki csinálni, úgyhogy a rakóz már kész van. Igen, egy pillanat, csak elmondom, hogy mi a kaja, jó? Szóval a spagetti. Jó kis szaftos, majd csak tésztát főzök hozzá, és itt pedig bolognai. És itt pedig pallószleves készül, épp akkor most várom, hogy puhuljon, utána megy hozzá a bab meg a krumpli, és majd kap egy jó kis teljes rántást. Mert ugye hát enni kell nekik. Na, úgyhogy itt így alakulnak most a dolgok. Tessék, főzöm. Jézus Kriza. Spagetti. Gyönyörű szerintem a mennyezet, csak nem tudom, miért van így villogóba. Kapcsold már át a másikra. Annyira szép lett. Na, így már sokkal jobban tetszik. Látjátok, így gyönyörű, sokkal cuki. Sanyink. Úgyhogy, ja, megy a munka, de már hál' Istennek nincs ezen egy porolás, csiszolás, ez az amaz. Nem tudom, mutattam-e nektek a polcomat, imádom. Ha mutattam, akkor bocsi, elfelejtettem. Ide raktuk a routert, és két kis növény is van ott, oda is vettünk ilyen. Ha mutattam nektek, tudjátok a videó elején ezeket a növényeket, azokat oda raktuk. Most azon gondolkodom, hogy rakjunk-e függönyt, vagy nem, mert amúgy így tök jó szerintem. Szerintem napkámják. Majd eldöntjük még, hogy hogy legyen. Hogy? Hát a függvényen, amit én rúgkal is meglássuk, hogy hogy legyen. Na, úgyhogy így állunk, ez a második nap. És én majd... Igen, Liza kipróbálta. Kioszt a sátort, ezt már este is kiosztuk. Nézzétek, mennyi szennyesen van. Jajajajajajaj, itt minden még itt káóban van. De először is úgy vagyok, hogy kimosom az összes szennyest. Aztán pedig így csempemosás, meg mindent is takarítok, úgyhogy még ez ma meg lesz csinálva. Azt mondta Sanyi bátyánk, hogy nem szabad ilyen koporolni az ajtóra. Úgyhogy most egyelőre várok így a dolgokkal, nem fogok. Már van ennyit kibírtam, akkor ezt is ki fogom bírni. Na, úgyhogy így állunk így most. Igen, adom is. Zombi üzemmód kb. Amúgy. Na, helyzetjelentkezés következik, helyzetjelentés. Elkészült a szép asztalunk, ilyen lett. Itt van a Krisztián dolgozó kis részlege, itt elfoglaltam a székét. És nézzétek, mennyi ruhát kell, mindjárt összehajtogatnom, de ez meg csak a fele. Megyek most a szobámat, megcsinálom meg a fürdőszobát. Ahogy így este van. 9 óra van, sütőt takarítottam, meg még azért csináltam, amit kellett, főztem is ma, és elmondom nektek, a mai menü az pallószleves és bolognai spagetti volt, úgyhogy közben azért be kellett iktatni a főzést is, rengeteg szennyesen volt, de nem azért, mert nem mostam, hanem mondtam már nektek lehet, hogy korábban is, hogy poros lett az ágynemű, hiába szekrényben volt, beszállt a por, kabátokat át kellett mosni, meg nagyon-nagyon sok mindent. Függönyöket, meg ezt, meg azt, meg amaszt is még. Hát még szerintem még olyan 3 adag ruha még mindig van. Egy van most, amit ki kell vegyek a gépből, egy a szárítóba, itt ennyi, meg még azon kívül kb. 3 adag ruha. Úgyhogy most ezeket csinálom, de szerintem van értelme, most már így jobban tudom nektek mutatni. Félreértésesen, hogy bármiféle dicsekedés, hogy bármilyen szándékom, mert nem vagyok ilyen.
Viszont nagyon sokan kértétek, hogy majd mutassam meg nektek, meg minden. Amúgy is akartam vlogolni, úgyhogy ez meg egy vlog téma, hogy hogy alakul nálunk a rend. Lassan, de biztosan, meg alaposan csinálom, inkább lassabban haladok, de akkor tudom azt, hogy pacek. Pedig az ágyat porszívozom, ágynemű cserélek, portalanítok a szobába, a tévét megtakarítom, aztán a fürdőszoba következik, utána még a kisfürdőszoba. Mennyit beszélsz Anna Mara? Kicsit gyorsítok rajta, majd azért lehet kapni fogok. Szóval a kis előtt én nem tudok, szerintem ma nem fogom ezt mindent megcsinálni. Már képzeljétek el, hogy 5 óra, fél 5, 3 4, itt körül aludtam el, és már fél 10-kor keltem fel, de olyan fájdalom volt, hogy a lábamat nem éreztem, a hátam, a karom, a csípőm, mindenem fájt, mert ugye 4 kézláb mostam a csöpi, de hát még most még itt még fel fogok mosni, mert pár helyt még látszódik ez a festék. Úgyhogy jól felmosok. Ez a sátor ott olyan nem jó, nem élik a képbe. De az Lizának ott a kis kuckója, ott a telefonja. Én itt fogok 3 éjszakát tölteni. 3 éjszakát? Tehát akkor ki fog velem aludni? Na ki az? Akkor ki alszik velem? Apu, hát én nélküled nem tudok aludni. Én nélküled nem tudok aludni. Na, úgyhogy így vagyunk, kacok. Így. A konyhánk idáig jutott el ilyen szintre, most már szerintem azért hasonló a rend, amin szokott lenni, de még mindig találok valami. Ja, hát ezt az ajtót, ezt meg ne is mondjuk, még ezt hozzá se kezdtem. Ezt a tőtőtalpig roncs, le lettek festve az ajtók is, gyönyörű, szép, fényes, mind a 3 ajtó le van festve. Krisztián meg pakolja ki a cuccait, mert mondtam neki, hogy most már pakoljunk a szobánkból, ide az íróasztalára pakolja vissza a dolgait, aztán majd itt fog dolgozni, meg mindent csinálni, úgyhogy most azt csinálja. Úgyhogy még jelentkezni fogok, hosszas lesz, de megértem, és megéri. Na drágáim, úgy döntöttem, hogy nem csinálok ma már este semmit, mert nagyon sokáig voltam amúgy is fenn, úgyhogy holnap fogom folytatni a kis videómat. Leültem enni egy kis pallószlevest, mert még ma nem is ettem belőle. Úgyhogy ezt megeszem, elmegyünk, megfürdetem a gyerekeket, én is lefürdök, és kipihenem magam, holnap meg friss erővel folytatom, de mutatni fogok nektek még sok mindent, és a legeslegvégén pedig jövök a végeredménnyel, hogy milyen lett minden. Sziasztok újra mindenkinek! Most vittem be, vagyis felkísértem Krisztiánkát az iskolába, mert hát ugye elromlott a kocsink, nekem így is úgy is amúgy is jönnöm kellett, mert bemegyek, mondom, visszak nekik reggelit, Lizának meg Krisztiánnak, úgyhogy bementem a boltba, körülbelül 3-4 tételt vettem, 5000 forintért, úgyhogy megvan a napi kis kajcsi. Fogok főzni ilyen tejfölös csirkemell pörköltet tésztával nekik. Nagyon szeretik, meg hamar is megvan. Bocsi, alig bírok beszélni, mert én meg vagyok fázva, és az orromon nem tudok levegőt venni, csak a számon. Rendes fulladok. Vagy nem gyorsan jövök, lassan sétálok. De, igen. Na, úgyhogy most hazamegyek, csinálok meg itt reggelit, és folytatom a kis munkámat. Tartsatok továbbra is velem. Na, az én reggelim, egyet megettem egyet, egy ilyen abonett, 2 szelet csonkával, meg egy kis zöldséggel, én ezt reggelizem. Már 2 vagy 3 napig csaltam a diétám, mert nem tudtam tartani, úgyhogy ma már visszaállok rá. Mutasd el. Krisztián reggelire Pepsit iszik, meg ő szalámi szemücset evett. De még éhes vagyok. Na játsz. Yesterday. Egyet nem szeretek abba a szaporátba. Amúgy finom, hogy engem idegesít, hogy ropogok. Amit a búzalapod el. Fozdol meg. Olyan. Ja. Nézd, ez a pufasztott rizs, meg olyan, mint a hungarocel. Az olyan. Tudni kötszel. Na jó. Fogyik, eszünk. Na, ezt az ajtót most gyorsan megtakarítunk, nagyon csúnya. Festékes is, poros is, úgyhogy most őt megtakarítjuk. Először is, hát most ne nevessetek ki, de Ajax-szal fogom, mert újabban rájöttem arra, hogy Jesus gyönyörűen szépen lehet vele takarítani. Nem gondoltam, de még az ablak tisztítótól is sokkal fényesebb, hogyha ezzel mosom le. Ezzel leszedem a festéket, átmosom, aztán majd jön neki egy kis ilyen bútorápoló, meg ablaktisztító. Ó, hál' Istennek, jó, könnyen le is jön.
kicsit szarszagú ez az egész procedúra. Az nagyon jó lesz. Nem olyan... furcsa szagorszagod meg, Sanyi. Érzed? A festék. A festék érintkezik a porral és a festékre, és kis ilyen kis furcsa szagot áraszt. Nem mondanám illatnak, mert ez határozottan szag. És az le is hozza? Nem látod? Apuka. Figyelj, Mimi. Vigyázz, felül, felül. Nyugodjál meg, nem ma kezdte. Látom. Jó, közelről beszólsz. Na most átöblítettem a ruhát, és ezzel már most semmi tisztítószer, nincs csak sima víz. Áttőlöm a habtól, hogy ne legyen most már fontos. Úgy szerintem elég szép lesz. Ez nagyon jó. Tudod, hogy ez szépen lehozom. Na nézzétek meg az ajtót, hogy az ajtónak a napja milyen gyönyörű fényes lett az ajaxtól. Nem rakok rá semmiféle ablaktisztítót, mindjárt jön ki egy kis száraz a látszólag, és visszalátás, ezeket meg ablaktisztítóval fogom megtakarítani. Ne legyen mázgás, így száraz papírtörlővel kicsit így áttörlöm. Igazából nincs is annyira szükség rá, mert nagyon szépen száradt meg. Nem foltos, nem csíkos, ha jól látom, ugye? Krisztina, mit szólsz hozzá? Biztos. Kész vagyok a szobával. Itt is mindent összepakoltam, felporszívóztam az ágyat, kiporszívóztam, letörölgettem azt a feketét is minden. Lehúztam az ágyneműt, függöny kell rakjak, ablakot megpucoltam, megtakarítottam. És ágyneműt húzok, meg felmosok. Egyedül azt nem értem el hátul a tévékonzolt letakarítani, azt Krisztián segít nekem megcsinálni. A többivel mindennel kész vagyok, pacek, és kalcok minden. Hát az óra még nálunk mindig fél egy van, és fél egy lesz tűzkarcolva. Az úgy megállt egyszer valamikor, és az úgy maradt. Majd a szőnyeget kell még kiporszívózom, de az más lesz majd. Úgyhogy most megyek a fürdőszobába, ahol konkrétan, hú, megmutatom mi van, jó? Nézzétek a csempét. De amúgy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Adjatok nekem valami tippet, kommentbe várom, aki tud nekem, mert én nagyon sokat vízkőoldozok, megveszek mindenféle tisztítószert, kefével takarítom a csempét, és olyan, mintha redvás lenne, redkes, koszos lenne, közben nem az, hanem így be van sárgulva. De jobban itt a kádnál, gondolom a vízkő, pedig hát rendesen fürdök itt a vízkőben, mikor takarítom. Úgyhogy ablaktakarítás, tükör, meg minden más. Ja. Nézzetek ide. Ez a pont pisil, úgyhogy őt nem mutatom. Na, úgyhogy most lássunk a fürdőszobának. Na, nem szégyellem nektek megmutatni ezt a mennyiségű port, koszt, ami itt van. És azért nem is szégyellem, mert amióta itt lakok, amióta nekem itt fürdőszobám van, soha az életben nem volt ennyire kosz. Na, az a problémám még a fugával, nem tudom, hogy mennyire látszik, olyan, mintha koszos lenne ez, de ez nem kosz, hanem így ki van kopva a fuga. Gondolom, ezt újra kéne fugázni, vagy nem tudom. Most azért mutatom itt meg nektek, hogy lássátok, hogy úristen, Jézus, szegény Anna Mari, sajnáljatok, hogy mennyi dolgom van itt.
de mondom, nekem nem szokott soha jelen a fürdőszobám. Úgyhogy most örömmel takarítom meg, hogy lássam azt, hogy Jézus újra a régi. Inkább majd jövök a végeredménnyel, jó? Mert így nem fogom tudni, hogy fél kézzel csinálom. Na most egy kicsit lehet, hogy halka hallatok, mert közben törömbél a mosógép, mosom ki a ruhákat. Megmutatom nektek, meg lett takarítva, többször átmostam, és látjátok az, hogy az a sárga, az a gumi benne, minek mondják, sziloplaszt, nem tudom, amivel ki szokták húzni, az nem jön ki. Na, de le van mosva a káda, a csempét, mindent lemostam. Hát ez így néz ki. Azért utálom itt ezt a fürdőszobai részt, mert ki van kopva. Ez a fekete, ez az, hogy ki van kopva, fuga újra kell fogázni, majd megcsináljuk azt is. Úgyhogy megvan, megcsináltuk a mosdót is szépen. Csapom azért ilyen, mert én bolond, hát ez nem ilyen, hogy lehet vízkövelni, vízkőholdóztam már korábban is. És hát nem mondta róla, ennyire csúnyára. Sajnos. Na de a lényeg az, hogy tiszta. Úgyhogy most jön a WC takarítás, a többi jön is mindenféle. A tükör. Hali! Úgyhogy hajrá! Közben itt már áll a víz. Dobálok ki mindent. Látjátok, hogy mennyi dolgom van? Jesus Christ! Ja, mondok még valamit. Hát a kezemet szertendő szana szétette. Nem tudom, mennyire látszódik. A víz kioldó, mert kesztyű nélkül csináltam. Meg a bőröm elkezdett, látjátok így, hallani. Mi ez itt? Közben cigizni voltam, és ott van egy kis dohánydarab. Na. Kezemről a bőr, látjátok? Bostogon hámlik. Úgyhogy ne csináljátok kesztyű nélkül. Megkészültem a Krisztiánka szobájával is. Neki is függönyt raktam, ablakot pucoltam, tévét, a polcot, a szekrényt. Ágyat porszívóztam, akkor alatta kiszedtem mindent. Friss ágyban itt húztam neki, már csak egy dolog hiányzik. Ez pedig egy jó kis illat. Imádom, ez a kedvenc illatom. Nagyon szeretem, és nézzétek meg! Ezt ő magának rakta oda azt a csíkot. Figyeljünk, milyen sugár. Így is. Na úgyhogy ez a kis hűsz. Ó, de jó illat van, Istenem, megőrülök. Na úgyhogy Krisztiánkának majd itt olyan szép álma lesz ma este, jó puha ágyikóba bújik. Úgyhogy kész van az ő szobája is, haladok. Na, elérkeztünk az utolsó bejelentkezéshez. Olyan fáradt vagyok, hogy nem tudom, mikor éreztem magam ennyire fáradtan. Meg fogok most nektek mutatni mindent, készlettem a végeredményt, mondtam, hogy elhozom nektek. Mutattam, hogy nagyon sok hajtogatnivalom van. Hál' Istennek jött nekem segíteni, szintén összehajtott azt a reim rengeteg ruhát. Úgyhogy ezzel be is zárult a házalakítás és a nagy takarítás. Mutatok nektek most mindent. A szobámba fölraktam a függönyt. Sok minden nem változott. Ide is felhúztam, ez is friss ágynemű, minden le van porszívózva, minden le van takarítva, úgyhogy az én szobám is elkészült. Hát az én szobám ilyen kis olyan, de a lényeg, hogy tisztaság van, rend és jó finom illat. Itt a kis fürdőszobám is, mindent itt is megcsináltam. Ide még a függönyt kell felrakjam, ázik, nézzétek milyen boros volt a függönyöm. De ezt már most nem rakom fel, ezt holnap is hagyázom itt nekem. Úgyhogy itt is rend van. Újra a régek és fürdőm is, úgyhogy pacekas pil! Na, itt van Szinti. Sziasztok! Sziasztok! Na, ilyen lett a végeredmény, srácok. Elérkeztünk a végkifejlethez. Ugye a szobát, a Krisztiánkát, ezt már láttátok, mikor megmutattam nektek. Hát ilyen lett az álmennyezet. Csodaszép. Hát majd még ide kellenek a dobozok, az Krisztián majd holnap bepattintsa. De a konyhaszekrényem az ugyanaz. Az így itt van, kitakarítottam Lizának a szőnyeget, ő ott fog játszani a kis sátorjával. Itt az ebédlőasztalunk, amit amúgy már így mutogattam nektek, csak így teljes egészében megmutatom. Itt is álmennyezet van, úgyhogy most már így rend van, stabil minden. Na, nézzetek. Igaz, hogy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, de szerintem megérte. Mert az eredmény magáért beszél, és elmondhassuk, hogy igen, jött hozzánk Sanyi segíteni, de ezt így együtt értük el.
Na, szóval ennyi lett volna ez a kis videó, nem is lett szerintem olyan rövid. Kértétek, hogy legyen ilyen, én meg amúgy is akartam, hogy megmutassam nektek, és még egyszer már mondtam korábban is, senki ne higgye azt, hogy bármiféle dicsekedés, vagy ilyesmi van benne, mert nem vagyok olyan, csupán csak megosztok veletek nagyon sok mindent, úgyhogy ezt is megosztottam veletek, meg hát igen, kértétek. Na, úgyhogy most már pacekos téremben vagyunk, gyerekek, hála az Istennek, most már nincs más dolgom, mint bemenni, egy órára elzárkózni a fürdőszobába magamba, hajat mosni, mert a hajam önálló életet él, mint láthassátok, de ez is én vagyok, hát nem lehet körömcipőben egy takarítást csinálni szerintem, úgyhogy most már az következik, hogy én bemegyek és alaposan lefürdök, lerendezem magam, és most elkezdek egy új sorozatot nézni, most már elengedhetem magam. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem tartott ebben a videóban. Tartsatok velem legközelebb is, puszilok mindenkit. Ja, és még gyors annyi, hogy én olyan megfázásban vagyok, hogy nálam a nap dolgozója a Ceva. Na, legyen csodálatos napotok, estétek, puszilok mindenkit. És majd jövünk a Rász Family Show-val, illetve majd mesét is akarok majd nektek most már majd készíteni. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!